A magas energiaárak miatt és pórulás jegyében több erdélyi város polgármesteri hivatala is intézkedéseket vezetett be. Önkormányzati vezetőket kérdeztünk arról, miként szándékoznak átvészelni a nehéznek ígérkező telet. Tekintettel az áram és a gázárának emelkedésére, valamint a hazai és európai vezetők részéről is sokat hangoztatott ajánlásokra, különböző intézkedéseket léptettek életbe az önkormányzatok a közüzemi költségek csökkentése érdekében. Kolozsvár polgármester hivatala például a közintézményekben és alárendelt intézményekben dolgozókat kérte arra, hogy használják tudatosan a közműveket. Ne hagyják e, e, például az áraműködés alatt a különböző fogyasztókat, vagy ne fűtsenek és szelőztessenek egy időben. Tehát ilyen apró dolgokra hívtuk fel a figyelmeket, ami annyira nem volt fontos az előző években, de most egyre inkább fontossá vált. Reméljük, hogy az ilyen jellegű e, tudatos és e, gazdaságos használata a fogyasztóknak e, meghozza a kellő hatást, hogyha nem, akkor egyértelműen mi is át fogjuk gondolni a stratégiát. Ezen a a Marosvásárhelyi önkormányzat a következő hetekben vizsgálja meg, milyen takarékoskodás szükséges az általuk fenntartott intézményekben. Elsőként azonban a vikent telepi sátortetős 50 méteres úszómedence bezárásával próbálják mérsékelni a kiadásokat. Ez áprilisi hónapig szól, hiszen ennek a létesítménynek nincs fő szigetelése, tehát a téli számlák meghaladnák az 5-6 millió lejt, ami hatalmas kiadás lenne. A tavaly ugyanebben az időszakban körülbelül 1 millió lejbe került a balon működtetése, tehát ennél az árnál már azért el kell gondolkozni, hogy mit lehet és mit nem lehet. Szerinte ez nem lesz negatív hatással a sportolók és az úszás kedvelőinek tevékenységére, hiszen az időközben megnyitott olimpiai úszodába irányították őket. Sepsi Szentgyörgy önkormányzata úgy gondolja, hogy mivel a polgármesteri hivatalok és az alárendelt intézményei is beleesnek a kormány által létrehozott ársapkába, nem szükséges drasztikus intézkedéseket hozniuk, főleg ami az iskolákat és a város közvilágítását illeti. Az egyedüli nagyon energofág intézményünk az a Fedett Tuszoda. Ott ugye a COVID ideje alatt be volt zárva, a lakosság nagyon kérte, vagy nagyon hiányolta, úgyhogy az a döntés született, hogy megpróbálunk az árak emelésével hozzájárulni a pluszköltségek fedezéséhez. Amennyiben ez működni fog, azt sem kívánjuk bezárni vagy korlátozni a működését. Hozzátette, ennek ellenére természetesen odafigyelnek olyan alapvető dolgokra, mint a villany, a fűtés vagy a víz fölösleges használata az intézményekben, az alpolgármester szerint ezeket egyébként is az árak alakulásától függetlenül szem előtt kell tartani.